teljesen mindegy, hogy mi történik a szurkoló saját csapatának. Tudjuk, hogy ő, itt nem ez a trendi. Jöttek megint a beszálló játékosok is hozzá tudtak tenni a mérkőzéshez, úgyhogy nagyon-nagyon gratulálok a játékosoknak, fantasztikus munkát végeztek egész héten. A Loki is úgy érzem, hogy mindent elkövetett, és talán ez a sok utazás mérkőzés azért ez rányomta a bélyegét, úgyhogy biztos, hogy meg tudnak újulni, mert továbbra is azt mondom, hogy a Loki a Magyarország egyik legjobb csapata, hanem a legjobb. Kicsit tompák voltunk ezen a mérkőzésen, azt szerintem látszott kívülről is, belül is én úgy éreztem, hogy nem úgy megyünk, ahogy kéne. Volt egy csütörtöki meccs, de most nem fognám arra, hogy emiatt voltunk tompák, mert a játékos csak azért profi, meg játszik NBA-ben, mert szeret futball mérkőzés játszani, szóval nem lehet kifogás. Voltak jó dolgaim, hál' Istennek gólt is sikerült rúgnom, de azért remélem látták a debreceniek, hogy azért annyira nem örültem túl a gólomat. Nagyon örülök, hogy nyertünk, a második idegenbeli győzelmünk. Ezen is látszik, hogy a szakmai stáb nagyon jó munkát végez, és hogy erősebb, jobb csapatunk van sokkal, mint a tavalyi évben. A játékosokra semmi panasz nem lehet, mert becsülettel dolgoztak, hajtottak első perc az utolsóig. Ez a mai nap ez sajnos ilyen volt, hogy azokban a helyzetekben nem megfelelő megoldásokat választottunk, és nem jól döntöttünk. Nem olyan jó benne azért játszani, de már megszoktam, tehát annyira azért nem zavar. Annyi kicsit a hátulütője, hogy a homlokomon is ugye van, és a fejeléseknél nem azért nem fejlek néha bele a labdába, mert nem akarok, hanem azért, mert ha belefejlek, nem érzem a labdát, tompítja, és ott marad, tehát nem tudom megfejelni rendesen. Ennyi van, igazából fájdalmat nem érzek. Még egy pár hétig hordanom kell, mert 4-6 hét ennek a csontnak az összeforrás ideje, de azt mondta az orvosom, hogy még utána is azért hordjam, mert hiába forr össze a csont, az meg annyira nem erősödött meg, de hát ahogy látod, vagy látjátok, nem látszik semmi az arcomon, tehát nem csúrultam meg. Na. Hogyan fogadta a szurkolók elégedetlenségét? Erre nem válaszolok. Miért kell ezzel előjönni? A szurkoló meg olyan, amilyen, igen. Láttunk már szurkolót, ilyet is, meg olyat is. Láttunk olyat is, aki teljesen mindegy, hogy mi történik a szurkoló saját csapatának. Tudjuk, hogy itt nem ez a trendi. Itt, ha jól játszol, akkor az természetes, ha nem játszol, akkor meg gyenge vagy. Kijöttek, nem ezt várták a csapattól, mi se ezt akartuk produkálni. Sajnáljuk is, hogy így alakult ez a mérkőzés, de remélem, hogy jövő héten is ki fognak jönni, és felettetni tudjuk velük ezt a mérkőzést, és egy több gólos mérkőzésen nyerni fogunk a Ferencváros ellen, ha jól tudom.